Zenés délutánra várták az érdeklődőket a Faluház Színház termébe. A fellépők között ott voltak az óvodások, az iskolások, a helyi és a hantosi népdalkör, valamint néptánc együttesek, Várai Áron népdalénekes, népzenész, Katona Bálint és Halmai Nóra zenészek, és Szél Lászlóné, aki egy verset szavalt el. A programot jótékonysági céllal szervezték meg, az adományokat a Baracsi Vadalmafa népdalkör támogatására, működtetésére fordítják. Egy jótékonysági délutánt tartunk, a Vadalmafa népdalkör javára próbálunk egy kis adakozást gyűjteni, már ha sikerül, de reméljük, hogy lesz neki foganatja. Elég szép műsorral készültünk, jönnek a óvodások, van egy népi tánc csoport, vagy valami ilyesmi, őket hozzák, a óvónők. Aztán az iskolából vannak a néptáncosok, a kis csipás, meg a kis csapás néptánc együttes. Aztán van egy versmondónk, a Szél Lászlóné, aki helyi lakos, tehát ide valósi Baracsra. Aztán Várai Áron van meghívva, aki szintén elfogadta a meghívást, tehát, hogy eljön. Aztán a Katona Bálint, Halmai Nóra, ők is itt laknak, Baracson. Ők anya és fia, harmonika meg hegedűvel, és a hantosi népdalkör, és a Vadalmafa népdalkör. Egy magyar lónai összeállítást hoztam Kalotaszegről, Erdélyből, és ezt nagyon jól éreztem magam. Meglepődtem, hogy megtalálta a Maresz ezzel a felkéréssel. Mi régebb óta kapcsolatban vagyunk, még a gimnázium éveim alatt engem is tanítgatott énekelni, úgyhogy neki is köszönhetek sok mindent. Úgyhogy nagyon örültem ennek a felkérésnek, és örömmel jöttem. Most pont azt mondtam nagyapámnak, hogy milyen jó volt csak így egy csokrot így elénekelni, egy ilyen népzenei csokrot, mert mostában azért elég sok tematikus műsort csinálunk, vagy koncerteket, és hogy nagyon jó volt most csak így népdalokat elénekelni, úgyhogy jól éreztem magam. Jön a zsandár a vassal, ráveri a kezemre, bebetyár az egyesbe, bebetyár az egyesbe, az egyes közepébe. Gyere, babám, váltsál ki, ne hagyjál elervadni. Kiváltalak, ki, nem hagylak elervadni. Eladom a karikagyűrűm, kiváltom a szeretőm. Na azt nézzük, mi a dolmányom, hanem azt, hogyan jár a lábam. Zölddel vár a paré, hadd szóljon a karé! Egy rendkívüli eseményen vagyunk túl, ilyen még talán nem volt, sok minden hasonló, igen. Egy civil szervezetünk, az Idősek Egyesületének a dalköre, vagy hát az azokból éneklők dalköre, úgy gondolta, hogy saját magán fog segíteni, és saját magát húzza ki a pénztelenségből, és a tehetségét ajánlja föl a falu számára, és hívja a barátaikat, az egészen pici barátaikat, az óvodásoktól kezdve, a nagyobbakig, a táncosokig, a mindenki, aki a művészetben valamilyen módon szerepet vállal. Itt volt a sajátjaink, a saját intézményünkben, a saját művészeink és a saját közönségünk volt itt. Én úgy gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék erre a kezdeményezésre, és nem mellesleg bízom benne, hogy ennek a jótékonysági eseménynek busás haszna is lesz, hiszen arról szólt ez az est, hogy támogassuk a dalkört abban, hogy új fellépő ruhájuk legyen, megérdemlik. Nagyon sok felé járnak, és nem csak a megyében, hanem megyehatáron túl is hívják őket. Viszik Baracs hírnevét, úgyhogy nem baj, hogyha van egy újabb csinos kollekciójuk, amivel meg tudnak jelenni. A falu hírnevét öregbítik, és most itt látható módon olyan sikert arattak, hogy
bízunk benne, hogy számíthatunk arra a jövőben, minden évben megörvendeztetnek minket egy ilyen produkcióval. És még az is talán fontos lenne, hogy minél többen menjünk föl így a vége felé a színpadra. Engem most az a megtiszteltetés ért, hogy hívtak, így nem mondhattam ellent, és bízom benne, hogy hangommal talán én is erősítettem és hozzájárultam ehhez a vidám hangulathoz. És nagyon nagy örömmel tettem, és biztatok egyébként mindenkit, hogy jöjjenek, vegyenek részt, és énekeljenek, és közösségben legyünk. Ez a legfontosabb. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.